Megalakult a Ráhajtás nevű kötő- és horgolóklub. Két hetente találkozik, nevezzük kötőklubnak és horgolásnak, amit hallik, de Ráhajtás a címe. Így van, azt mondja, ki nevet Ráhajtás, mert az van a kötésben is, meg a horgolásban is. Nagyon jó. Úgyhogy mik az elsődleges visszajelzések? Akik tudtak róla, és itt voltak már az első alkalommal, nagyon jól érezték magukat. Mi lenne a célja ennek a klubnak, foglalkozásnak? Baráti összejövetel tulajdonképpen, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat, inspirálódjunk egymástól. És hogy látod, hogy mennyire jókedvel és derűvel érkeznek ide a hölgyek főként? Jókedvel és derűvel érkeznek, ahogy én magam is. Tehát szívesen jönnek. Szeretném, ha többen tudnának, többen lennénk. Akkor csináljunk egy kicsit kedvet annak, aki most látja ezt a felvételt. Két hetente hétfőnként ugye itt a Petőfi Művelődési Központ, ugye nagyon sokan kérdezik, mit hozzanak magukkal? Az aktuális munkájukat, amit éppen babrálnak, és azt el is mondhatják, hogy hogy készül, mit készül, tapasztalatcsere, kedvet kap a másik is, tanulunk egymástól, úgyhogy semmit nem kell hozni. Esetleg egy kis üdít majd, ha bemelegszünk. Minden második hétfőn találkoznak a Petőfi Művelődési Központban. A hobbitársak megmutatják egymásnak aktuális alkotásaikat, és beszélgetnek egy jót.